Alkalmanként kapunk olyan árnyalat kéréseket telefonon, hogy szeretne az ügyfelünk kicserélni 3 darab tetőtéri ablakot, és ez mennyibe kerül. Erre jellemzően nem fogunk tudni válaszolni. Ez picit olyan, mint amikor felhívunk egy használt autókereskedőt, hogy szeretnénk vásárolni egy használt autót, ez mennyibe kerül. Itt ebből látszódik, hogy elég tág értékek között mozog az ára egy használt autónak is. Tehát ahhoz, hogy pontos árnyalatot tudjunk adni, ahhoz jó pár adatra szükségünk van. Mik ezek az adatok, hogyan érdemes felkészülni egy ilyen konzultációra? Jó, az első és a legfontosabb az, hogy hány darab tetőablakot szeretnénk kicserélni, és ezeknek nagyjából mekkora méretük van, tehát hányszor, hány centiméteres a tetőtéri ablak. Ezen kívül nagyon fontos még átgondolni azt, hogy milyen anyagból legyen a tetőtéri ablakunk, fából legyen, vagy műanyagból legyen, ugye mind a kettőnek van előnye és hátránya. A következő szempont az üvegezés. Léteznek alap két réteg üvegezéssel tetőtéri ablakok, illetve vannak energiatakarékos üvegezésűek. Egy olcsó egy kisebb költségvetésű felújításkor jó lehet a két rétegű tetőtéri ablak is, de egy új építésnél már csak a energiatakarékos három rétegű üvegezések jöhetnek szóba az előírások miatt. Amit fontos még átgondolni, a kilincs elhelyezkedését, hogy alul vagy felül lenne nekünk kényelmes. Ez függ attól, hogy milyen magasra építjük be a tetőtéri ablakot, illetve hogyan bútorozzuk be az épületet. Tehát vannak olyan esetek, amikor az alsó kilincs az használhatatlan, mondjuk, mert alatta van egy konyhapult. Mi az, ami még fontos? A nyitás módját érdemes átgondolnunk, hogy jó lesz nekünk a sima standard középen billenő tetőtéri ablak, vagy nekünk egy felnyíró panoráma tetőtéri ablakra van szükségünk. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy az árnyékolást gondoljuk át, hogy nekünk hővédelemre van szükségünk az adott helyiségben, vagy fényszabályzásra van szükségünk, vagy akár mind a kettőre. Jó, ebben a szempontok kiválasztásában segít a honlapunkon lévő nagy tetőablak összehasonlítás című blogbejegyzésünk. Ezt belinkeljük ide a videó alá, azt érdemes átolvasni, és akkor az alapján már sokkal tisztább lesz a kép, hogy hogyan kérjünk árnyalatot tetőablak cserére.